Hazai környezetben a címvédő Csíkszereda elleni mérkőzéssel folytatta az Erste Liga alapszakaszát a dunaújvárosi Acél Bikel Kék Korong csapata. A mérkőzés kezdetén a vendégek két gyors gólját követően valamelyest javult a dunaújvárosiak játéka. Ám az első játék részben csak a szépítésre volt lehetőség Kabatajev találata révén. 2-1-es csíkszeredai előnnyel zárult az első felvonás. A második játékrész valamivel kiegyenlítettebb párharcot hozott, amelyben hol a vendégek, hol pedig a dunaújvárosiak játszottak jobban. Ám a Csíkszereda így is az első félidei eredményhez hasonlóan 2-1-es eredménnyel zárta a középső szakaszt. A harmadik felvonásban aztán elfogyott a Bikák ereje, és a vendégek egyre nagyobb előnyt építettek ki, amely végül meg is hozta a kívánt eredményt, és összesítésben 7-3-as eredménnyel zárták a küzdelmeket. A mérkőzést követően a vezetőedzők és Lóczi Árpád játékos értékelték a pályán látottakat. We give them 2-0 and it's very hard to play against this opponent. It's a very good team. But we play very well after that. I think almost to the middle of the third period, but the last 10 minutes was really bad from us in the last period. But some part of the game was really good from us. We must play 60 minutes, that's all. We cannot play against this team like 40 or 45 minutes. A siker ellenére Hozó Levente úgy fogalmazott, sokszor volt hullámzó a csapatjátéka. Igazából az első harmadban ugye kijöttünk, jött az a két gól, utána meg egy picit láttunk, tehát ilyen hullámzó volt a teljesítmény, de amikor kellett, akkor pengék voltunk és beittük a gólokat. Én úgy gondolom ez a hullámzás, hogy jobban kell fókuszálni mindenre, tehát a védekező zónánkban azért egy kicsit olyan szellős, még azért azzal nem vagyunk elégedettek, úgyhogy tudatában vagyunk és ezen dolgozunk, hogy az ellenfelet minél kevesebb gólon tudjuk tartani. Következőben ezen fogunk dolgozni, kevesen is vagyunk, kell a játékosokat erőltetni, ugye olyan pozíciókban is játszanak, ami nem megszokott egyesekről, például a csatárainkat is be kell tegyük néha átvédbe. Lóczi Árpád, az Acél Bikek játékosa elmondta, a játékosok is érezték, hogy kissé nehezen indult a mérkőzés. Álltunk olyan jól bele a meccsbe, kellett egy-két gól ahhoz, hogy felpörögjünk, és játsszuk a játékunkat, keményen hajtsunk és küzdjünk. Végére pedig szerintem lehet, hogy egy kicsit a fáradtság bejöhetett, de egy hoki meccs az 60 percig tart, szóval az elejétől a végéig kell nyomnunk keményen, hogyha sikeresek szeretnénk lenni. Jégkorongozóink a vereséget követően november 21-én javíthatnak, hiszen Lau Gudes tanítványai a Deac együttesét fogadják hazai környezetben.